Hazánkban évente 3-4 ezer gyerek születik mesterséges megtermékenyítéssel. Futur a jövő járműveiről nyílt kiállítás a BKV Föld alatti Vasúti Múzeumában. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Az előzetes adatok szerint 2012 első 11 hónapjában több gyermek született, a halálozások száma pedig nem változott jelentősen az előző év azonos időszakához képest. Összességében a tavalyi év első 11 hónapjában 82.834 gyermek jött a világra, 3%-kal több, mint 2011-ben, adta közre a Központi Statisztikai Hivatal. Ebből országosan körülbelül 2.000-2.500 gyermek születik lombik bébi kezeléssel. A tavalyi évben összesen 82.834 gyermek jött a világra. Ebből a számból évente átlagosan 3-4 ezer gyermek mesterséges megtermékenyítéssel születik. Magyarországon 90 ezer körül van az élebe születések száma. Ebből országosan 2500 lombik bébi születik a mi és más intézetünk tevékenységének eredményeként. Emellett más mesterséges megtermékenyítési technikák is léteznek, tehát az összgyerek számot én olyan 3 és 4 ezer között határoznám meg, tehát a születések 3-4%-a orvosi segítséggel jön a világra, aminek ugye 70%-át mit csináljuk. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ma már többféle kezelésből is választhatnak azok a párok, akiknek nem sikerült természetes úton gyermeket nemzeni. Sokszor egyszerű műtétekkel, kezelésekkel meg lehet szüntetni a meddőséget. De vannak azok az esetek, amikor már csak laboratóriumi körülmények között van lehetőség a megtermékenyítésre. Lombik bébi eljárás végeredményben a meddőség kezelés utolsó állomása, amikor már semmi más nem segít. Tehát ha hozzánk 100 beteg bejön, hogy gyermeket szeretnének, annak csak 10%-ánál szükséges a lombik bébi beavatkozás. 90%-ban sokkal egyszerűbb módszerekkel gyermekhez tudjuk juttatni a párokat. Vegyünk egy tipikus esetet, ha valakinek a méh kürtjei el vannak záródva, akkor természetes úton gyermekáldás nem jöhet létre. A hölgynél a petefészkeket gyógyszerekkel, hormonokkal stimuláljuk, hogy 6-8 petesejtet tudjunk nyerni egy bizonyos hónapban. Ezeket a petesejteket laboratóriumban, táptalajban megtermékenyítjük a férfi hímivar sejtjeivel, a létrejövő embriók közül egyet, kettőt, ritka esetben hármat visszaültetünk, a többit, ha lehetséges, lefagyasztjuk későbbi beültetés céljából. És ez az egész folyamat, ez majdnem egy hónapig tart. A Kálló Intézet embriológiai laboratóriumába dr. Mátyás Szabolcs megmutatta, hogy tárolják az embriókat. Ez egy úgynevezett gőzfázisú tároló, ebben tároljuk a mélyhűtött embriókat. Jelen pillanatban körülbelül 11 ezer mélyhűtött embriót tárolunk az intézetben. És ezt mennyi ideig lehet tárolni? Hát a törvény rendelkezése alapján 10 évig lehet tárolni. Fizikailag gyakorlatilag szinte korlátlan ideig, fizikusok számolták, hogy 200 évig tulajdonképpen egy ilyen acéltartály, hogyha nitrogén szintet rendesen pótoljuk, akkor elvileg nem ér olyan károsodás őket, ami miatt mondjuk ne lennének alkalmasak visszaültetésre. Hány fokon tárolják? Körülbelül mínusz 196 fokon, illetve a gőzfázis egy picit melegebb lennél, tehát ilyen mínusz 180 fok környékén van, ahol konkrétan az embriók tárolásra kerülnek. Cseppfolyós nitrogén a hűtő között, tehát az található itt a tartály aljában, és akkor az gondoskodik arról, hogy ne melegedjenek fel. És amikor beültetésre kerül a sor, akkor ezt hagyják, hogy kiengedjen? Igen, tehát fel kell olvasztani az embrióknak, megvan ennek a szakmai protokollja, és akkor vagy aznap, vagy egy-két nappal később, attól függ, hogy hogyan beszélték meg a páciens, illetve hogyan van előkészül a páciens, akkor történik a visszaültetés. Miután visszaültették az anya méhébe a megtermékenyített petesejtet, és létrejött a terhesség, azután minden további folyamat ugyanúgy zajlik, mintha csak természetes úton jött volna létre az áldott állapot. Amint a terhesség létrejön, nem különbözik a természetes úton létrejött terhességtől, tehát onnantól kezdve mi minden beteget visszautalunk a beküldő orvosához, vagy a saját nőgyógyászához, szülészéhez, vagy saját otthonában, illetve környezetében tudja a szülés lebonyolítani.
Dr. Káli Nagy Géza, a Káli Intézet alapítója elmondta azt is, hogy folyamatosan küzdenek azért, hogy valamennyi meddőpár ingyenesen igénybe tudja venni a kezelést, hogy a szegénység ne legyen akadálya a terhességnek. Magyarországon legalább 150-200 ezer gyermektelen meddőpár él. Természetesen nem minden pár szeretne minden évben gyereket, de nagyon-nagyon sokan megpróbálkoznak, és ezért van az, hogy az ideális szám, mondjuk lombi bébi kezelésre egy 10 milliós nemzetben, ami Magyarország kb. 10 ezer lenne. De országosan mindössze 6 ezer pár jut hozzá állami támogatással ehhez a kezeléshez, és állandóan harcolunk azért, hogy egyre több párnak adasson meg az, hogy gyermeke lehessen. Tehát a szegénység ne legyen az akadálya annak, hogy valaki ne szüljön gyereket. A viszontagságos időjárásra való tekintettel segélyhívó számot üzemeltet a Hegyvidék. Az önkormányzat munkatársai arra kérik a kerületben élőket, hogy a mínuszok beköszöntével fordítsanak nagyobb figyelmet a hajléktalanokra, valamint a környezetükben egyedül élő idős emberekre. Amennyiben pedig bajt észlelnek, tárcsázzák a 0620 215 76 03-as számot. Kíméletlen időjárás jellemzi az idei telet. A közlekedést megbénító havazás mellett további mínuszokra is számíthatunk január második felében. A 0 fokkal elsüllyedő hőmérséklet egyre veszélyesebbé teszi a nehéz körülmények között élők és a hajléktalanok helyzetét. Annak érdekében, hogy a fagyok beköszöntével ne történhessen tragédia, segélyhívó számot üzemeltet a Hegyvidéki Önkormányzat. A hideg időben arra kérünk mindenkit, hogy különösen figyeljünk oda az utcáni élőkre, illetve azokra, akikről tudjuk, hogy rászorulók. Amennyiben a környezetükben bajt észlelnek, hívják a Hegyvidéki Önkormányzat segélyhívóját a 0620 215 76 03-as telefonszámot. Ha látjuk, hogy valahol nincsen mozgás, idősek, rászorulók élnek, és nem mozognak esetleg a lakásban, akkor mindenképpen figyeljünk oda, és erre biztatnánk mindenkit, hogy nagyobb figyelemmel legyenek ebben a különleges időjárásban. A 12. kerületi önkormányzat munkatársai arra kérik a lakosságot, a mínuszok beálltával gondoskodjanak legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel és ivóvíztartalékkal, továbbá semmiképpen ne induljanak el otthonról, ha bizonytalanok az útviszonyok. Amennyiben mégis autóba kell ülniük, készítsenek be lapátot, hóláncot, vontatókötelet és takarókat, a mobiltelefonjukat pedig teljesen feltöltött állapotban vigyék magukkal. Különleges kiállításnak ad otthont a BKV Föld alatti Vasúti Múzeuma. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak munkái a jövő járműveit mutatják be. A Futur című tárlaton olyan tömegközlekedési eszközök terveit láthatja a közönség, amelyek több tíz év múlva szolgálják majd az emberiséget. Az egyetem formatervező tanszékének vezetője szerint a járművek előállításához szükséges technológia nagy részt már rendelkezésre áll, így csak évek kérdése, hogy egyik-másik terv mikor fog megvalósulni. A kiállítás február 3-áig látható. Múlt és jövő egy helyen. A BKV Föld alatti Vasúti Múzeumában a jövő járműveivel találkozhatnak a látogatók. A BKV tavaly ünnepelte a villamos és hévközlekedés létrejöttének 125 éves évfordulóját. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem diákjainak jövőbe tekintő kiállítása ezt a sorozatot zárja le. Az egyetem formatervező tanszékének vezetője szerint a BKV ismerte a MOME diákjainak munkáit, így a kiállításra csupán válogatni kellett a meglévő tervekből. A BKV-val egyeztetve az volt a cél, hogy széles spektrumba próbáljuk bemutatni a tömegközlekedés jövőjét. Tehát ebbe a personális tömegközlekedés is belefért, és a klasszikus járművek, tehát a busz, hév újragondolása. Tudták, hogy miket csinálunk, milyen munkák készültek az elmúlt években a MOME formatervező tanszékén, és azt gondolták, hogy ennek a gerincét, vagy ennek az anyagát jó lenne, hogyha a MOME járműtervező része adná. És hál' Istennek az elmúlt években rengeteg olyan
iskolai féléves munka és diplomatéma készült, ami a tömegközlekedéssel foglalkozik, közlekedéssel és annak a jövőjével. Többnyire ugye mindenki úgy találkozik a tömegközlekedéssel, a jelen tömegközlekedésével, hogy a gondok, problémák, és ez a kiállítás próbált ebből kiszakadni, tehát inkább egy pozitív jövőképet vázolni, és lehet, hogy ez is érdekes volt. Illetve én azt gondolom, hogy nagyon sok embert izgat egyáltalán a jármű tervezés is, és hogy mit gondolnak a mai fiatalok a járművekről. A tervezők a buszok és autók mellett olyan közlekedési eszközöket gondoltak újra, mint például a hazánkban kevésbé használatos riksa. A jelenlegi és a már végzett hallgatók célja az volt, hogy olyan a legmodernebb technikákkal és megjelenéssel bíró eszközt hozzanak létre, amely elősegíti az élhető városi környezet kialakítását. A diplomamunkámnak készítettem ezt a tervet. Ez egy városi, belvárosi minibusz, ami egy full size nagy busznak a kapacitásával bír, amiatt, mert ez egy elektromos vezető nélküli megoldás. Ez egy vízió. 2025-re mondható reálisnak, hogy ilyesmikkel az utcán fogunk találkozni. Ez a busz ez azért érdekes, mert egy teljesen új térrendezési koncepciója van. Egyszerűen nem kell vele vezető, emiatt egy hatalmas középső cirkulációs zónát lehet kialakítani rajta, amit egy nagy lamella ajtórendszer segít elő. Ez egy olyan forma lett, ami a légiességet próbálja, meg ezt a városi utazásnak a klausztrofóbiáját próbálja megoldani és enyhíteni. Emiatt van rajta ez a rengeteg sok átlátszó üvegfelület, és tulajdonképpen egy ilyen kis oázisként működik a városban. A Moholy Nagy Művészeti Egyetem a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt helyez. Ezáltal a hallgatók már olyan járműveket álmodtak meg, amelyek csupán minimálisan terhelik a környezetet. Én úgy gondoltam, hogy egyedi megjelenést adnék az autónak, ami ebbe a bogárszerű, hintószerű karakterbe mutatkozik meg. Az újszerű megjelenés mellett a tervezők a szolgáltatások összekapcsolására is nagy hangsúlyt helyeztek. Törekedtem arra, hogy összekössem tehát magát a szolgáltatást egyfajta, újfajta élménnyel. Tehát ahhoz képest a mai autók, taxikhoz képest az ember sokkal nagyobb kilátást kapjon belülről nézve, illetve egy régi élményt hoztam vissza a taxiba, és az első taxik mind nyitható tetővel rendelkeztek, és úgy gondoltam, hogy ezt újra be lehetne a jövőbe tervezni a járművekbe, és ebből is egy plusz dolgot hozzáadni az élményhez. Én úgy képzelném el, mint annak idején, amikor például bemutatták a mozifilmet, hogy az emberek kirohantak ugye a vetítőteremből, valószínűleg egy automatizált taxirendszernek valószínűleg ugyanez a hatása lenne először, hogy az emberek óckodnának tőle, félnének beülni, hogy nem a saját kezükben van az irányítás, vagy nem egy taxisofőrnek a kezében. Van olyan formatervező, akinek a terve iránt már a gyártók is komolyan érdeklődtek. 2030-ra kellett egy távolsági buszt megtervezni, és mivel 14 méteres távolsági buszt választottam, és azoknak általában gondot okoz a nagyobb vagy a kisebb kanyarok bevétele, ezért csuklós megoldással képzeltem el, egy dupló csuklós változattal. A jövő járműveit bemutató tárlat február 3-áig lesz látható. Számos program, nyílt nap, figyelemfelhívó esemény szolgál arra, hogy megváltozzon Magyarország lakosságának szemlélete a hulladéktermelésről, ugyanis évente 20-30 millió tonna hulladék keletkezik, ami az Európai Uniós összehasonlításban a közepes értéket jelenti. Az újrahasznosítási arányok az Unióhoz képest pedig igen elenyészőek. Az új hulladéktörvénytől azonban javulást várnak a szakemberek. Hazánkban évente 20-30 millió tonna hulladék keletkezik, amiből átlagosan fejenként 350 kg a háztartási hulladék, aminek mindössze csak a 15%-át hasznosítják újra. Az új hulladékgazdálkodási törvény bevezetésével a remények szerint jelentősen csökkenni fog a hulladéktermelés, és nőni fog az újrahasznosítás aránya. Az Európai Uniós elvárásunknak megfelelő törvény lehetővé teszi, hogy gazdasági, pénzügyi ösztönzésekkel a lehető legkevesebb szemét keletkezzen, és kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba.
Ehhez azonban a lakosság szemlélet formálására is szükség van, ugyanis 2014-től kötelező lesz szelektíven gyűjteni a hulladékot. A lehetőség már megvan, az, hogy kötelezővé válik a szelektív hulladékgyűjtés, ez most már körülbelül csak 900 ezer ember fog pluszban érinteni, hiszen a többieknek már van erre lehetőségük, de ez egy nagy lépés lesz Magyarország számára, hiszen akkor csatlakozunk az Európai Unió által meghatározott direktívához, hogy magyar lakosság teljes népességre vetítve mindenki szelektíven gyűjti a hulladékot. Elsősorban a fejekben kell új rendet rakni, és több információt adni a lakosságnak, hogy miért is éri ez meg nekik, miért is jó környezeti szempontból, miért jó háztartási szempontból, miért van egyáltalán értelme magának a szelektív hulladékgyűjtésnek. Sok tévhit él az országban, tavalyi évben is kifejezetten volt olyan kampányunk, a hullakultúra, ami egy nyílt nap volt a hulladékfeldolgozóknál, hogy lássuk azt, hogy valóban feldolgozódik az a szelektíven gyűjtött hulladék, nem kerül egy beöntésre, nem kerül a lerakóba, hanem igazi hasznos anyagot termelünk ezáltal. Ahogy Török Szabolcs is kiemelte, a lehetőség már adott a szelektív hulladékgyűjtésre. Mégis kevesen vannak azok, akik tudatosan kiválogatva dobják ki a háztartási hulladékot. A hegyvidéken sikeresen működik 2011 óta a társasházi szelektív hulladékgyűjtő program. A kezdeményezés fogadtatása minden előzetes várakozás felülmúlt. Alig több mint egy év alatt közel 500 társasház csatlakozott a programhoz, a kihelyezett hulladékgyűjtők száma pedig ma már meghaladja a 800-at. A házhoz menő szelektív gyűjtést 2011 őszén kezdtük el. Én ugyanúgy kifejezetten jó megoldást sikerült találnunk, hiszen az edények megvásárlását követően a szerződéses partnerünk gyakorlatilag ingyen szállítja el társasházaktól, illetve a családi házas övezetektől egyaránt a papír, PET-palack, fém hulladékokat, amelyeket két gyűjtőedényben gyűjtenek. Begyűjtött mennyiség exponenciálisan nőtt. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség számos programmal, prevencióval, nyílt nappal hívja fel az emberek figyelmét a tudatos hulladékgazdálkodásra. Ugye az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek a feladatai között szerepel a társadalmi tudatformálás, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a megelőzéssel kapcsolatos tevékenységnek a támogatása. A zöld lista vásárlóprogram az kifejezetten a megelőzésről szól. De mondjuk a kukakultúra, amit már említettem, az arról szól, hogy megmutassuk az embereknek, hogy valóban létezik ez a feldolgozói tevékenység. A körforgó tavalyi rendezvénysorozatunk a hogyanokról beszélt, azt mutatta meg, hogy ott az adott város szinten hogyan gyűjtsük a hulladékot, hogyan lehet szeparálni egymástól a különböző hulladékokat. Most csinálunk egy nagy médiakampányt is, amiben önmagában a szelektív hulladékgyűjtésnek a fontosságára hívjuk fel a figyelmet. És a Teszed akció pedig tavasszal kifejezetten arra irányult, és 2013 tavaszán is megrendezzük újra, hogy a környezetünket tegyük rendbe, és az illegálisan eldobált szeméttől szabaduljunk meg minél jobban. Mi az összes kampányunknak a hatásaként azt várjuk, hogy az általánosan megtermelt hulladék mennyisége az csökkenni fog, illetve a kibocsátás arányaihoz képest minél többet tudunk visszagyűjteni, hiszen ma Magyarországon több mint 9 millió embernek van lehetősége szelektíven gyűjteni a csomagolási hulladékokat, de sajnos csak körülbelül 1 millió ember él ezzel a lehetőséggel, tehát van még mit tennünk. Adásunkat megtekinthetik a világhálón is honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Köszönöm figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!